Nem hiszitek el, de olyat tettem, amit soha az életben nem mertem volna. Úgy kezdődött, hogy a New York Times-ban megjelent egy cikk, hogy a világhírű orosz származású Anna Netrebko operaénekesnőnek a szerződését felbontották. Szegény nő hiába határolódott el Putyintól, és nyilatkozta, mennyire elítéli a háborút. 20 éve a MET tagja, több mint 200 előadáson énekelt. Biztos, hogy nagyon sok pénzt hozott az operaháznak. Nem számít. Orosz vagy? Húzzál el innen. Ez annyira felháborított, és annyira bántotta az igazságérzetemet, hogy egy videón keresztül jól elküldtem a MET vezetőségét a francba. Felraktam a YouTube-ra, az Instagramra és a TikTokra, hashtagekkel, minden, ahogy kell. Az én naív agyammal azt gondoltam, hogy majd a videóm, mint egy vírus, elterjed, mert annyian fogják látni, és azt hittem, hogy majd a sok millió ember követelni fogja, hogy a MET vegye vissza az orosz származású művészeit. Ja. Nem csak Annáról van szó. Egy orosz karmestert, Valeri Gergievet is eltávolították. Na, ez volt az én naivitásom. Lehet, sokan inkább nagyképűnek gondolnak, hogy mit gondolok én magamról, ki vagyok, hogy a Metropolitan Operának üzengetek. Valahol ez egyébként igaz is, mert ki vagyok én? Egy kis magyar, névtelen énekesnő. Engem még a Magyar Állami Operaház kórusába se vettek föl annak idején, bár az is igaz, hogy akkor még nem énekeltem olyan jól. Utólag belátom, hogy teljesen jogosan utasítottak vissza. Minden megváltozott, amikor a Sík Olga énektanárnő a szárnyai alá vett. 26 éves voltam, amikor komolyan elkezdtem dolgozni az Olgival. Csak összehasonlításképpen a csodálatos koloratúr szoprán énekesnőnk, Miklósa Erika, aki 3 évvel fiatalabb nálam, már akkor a Budapesti Operaház tagja volt. Na jó, az is ritka, hogy valakit 21 évesen egy operaház leszerződtet. Visszatérve Anna Netrebkóra és Gergievre, olvasom, hogy a Bayerische Staatsoper is kirúgta őket. Itt mindenki meg van hülyülve? Ha tudnék németül, esküszöm, ezeknek is beolvasnék. A MET is és a Staatsoper is pont az ellenkezőjét kéne, hogy csinálja. Nemhogy eltávolítani kéne az orosz művészeket, hanem igenis szerepeltetni. Nekünk, akik a szocializmusban nőttünk fel, van egy elég komplikált kapcsolatunk az oroszokkal. Én nem akarok azokra a rettenetes történetekre gondolni, amit annak idején a felszabadító orosz katonák műveltek a lányokkal, asszonyokkal. Máig sem tudom, mi lehetett az én egyik rokonom lelkében, akit több orosz katona erőszakolt meg. Egész életében hallgatnia kellett róla. Ha belegondolok, egész iskolás koromban ünnepeltük az oroszokat minden évben kötelezően. Akkor még nem volt Me Too Movement. Nem. Én nem ezekre akarok gondolni, amikor az orosz szót meghallom. Nekem Csajkovszki, Rachmaninov, Muszorgszki, Tolstoj, Csehov, Puskin, Barisnyikov, Nurejev, Tarkovszki és meg annyi végtelen művészt jelent, akik az irodalom, a zene, a tánc, képzőművészet, színművészet területén alkottak. Sosem felejtem el, Arany János Színház stúdiósaként mindig vicceltünk a kollégákkal, hogy egy-egy jelenetet Stanyiból hoztunk. Magyarul Stanislavski, aki egy karakterszínész rendező volt még az 1800-as évekből, kidolgozott egy módszert, amit a neve után Stanislavski metódusnak neveztek el. Ezt a metódust fejlesztette tovább a híres Strasberg, aki rengeteg csodálatos amerikai színészt nevelt ki és adott a világnak.
Szóval az egész hablacs, amit itt akarok mondani, minden és mindenki kapcsolódik egymáshoz. Nekünk művészeknek az a dolgunk, hogy őszintén megmutassuk a valóságot. Az igazi művészet a lélekből fakad. Abból, amit isteni szikrának hívunk. Mindenkiben ott van az isteni szikra. A művészet az, ami képes arra, hogy ezt az isteni szikrát meggyújtsa az emberekben. Megmondom őszintén, a titkos vágyam az, hogy Anna Netrebko a budapesti operaházban énekeljen. Na, ez aztán kiverné a biztosítékot itt Amerikában, meg úgy tűnik Európában is. Gondoltam is magamban, írok a budapesti operaház zenei igazgatójának. Nézem a weboldalon, operavezetőség, kapcsolat, zeneigazgató, Kocsár Balázs, e-mail címe, imreorsolya@kukac.opera.hu. Nyilván ez nem az ő közvetlen e-mailje, hanem a titkárnőjé. Ami egyébként természetes. Biztos, hogy naponta százasával kap e-maileket, muszáj valakinek ezt megszűrni és kiválogatni a fontosakat. 20 éve nem élek otthon, de a Kocsár Balázs név nagyon ismerősen csengett. Rájöttem, hogy ő a Kocsár Miklós zeneszerző fia lehet. Kocsár Miklóssal sajnos sosem találkoztam, és már nem is fogok, mert láttam az interneten, hogy 2019-ben eltávozott az élők sorából. Kár, hogy nem tudtam soha elmondani neki, hogy milyen meghatározó élményem volt énekelni az ő művét. Az Óbudai Martos Flóra gimnáziumba jártam, és a mi iskolánk híres volt a kórusáról. Bánhidi Frigyes tanár úr karmesterségével rengeteg gyönyörű kórusművet adtunk elő, nem csak Óbudán, hanem bizony külföldön is. 15 éves korom meghatározó élménye volt, hogy a Martos Flóra kórus Finnországban vendégszerepelt. Akkor jártam először nyugaton. Az egyik kedvencem, amit előadtunk, az egy Kocsár szerzemény volt. A zeneszerző Nagy László Ó Havas Erdő Némasága című csodálatos versét írta meg női karra. Ma is, 40 év távlatából leírhatatlan az az elementáris erő, ami ebből a zenéből fakadt. Emlékszem, Kálmánchelyi Andrea volt a szólista. Ő fölöttem járt egy évvel, azt hiszem, valami elképesztő koloratúra szoprán hangja volt az Andinak. Ott megállt a levegő. A darab végén egyszerűen a légy zümmögését is lehetett hallani, mielőtt kitört a tapsvihar. Ezek a gimnáziumi kórus élményei meghatározták a pályámat. Bár egy kicsit később indult az opera énekesi karrierem, és végül mégsem lett belőlem világhírű opera énekes, amit most egyébként nagyon sajnálok, mert ha az lennék, akkor most ki tudnék állni az Annáért. Persze könnyű nekem pofázni, én nem veszíthetek semmit azzal, hogy betámadom a Metropolitan Operát. Mert kit érdekel, hogy én mit mondok? Hányszor halljuk, hogy a zene mindenkié, és hogy a zene nemzetközi nyelv, és a nagy szavak, hogy a zene összeköti a különböző nemzeteket egymással. Ez mind igaz. Nagyon szép. A zenének valóban gyógyító ereje van. Akkor talán demonstráljuk is ezt a nagy igazságot. Mi magyarok a zenében nagy hatalom vagyunk. Ez egy tény. Mekkora gesztus lenne Anna Netrebkót meghívni? Esküszöm, ez egy béketárgyalás kezdetével érne fel. Én nem vagyok politikus. Anyaként rettenettel nézem ezt az egész orosz-ukrán háborút. A Bidennek hatalmas felelőssége van a háború kitöréséhez. Szerintem ő is, mint háborús bűnös fog bekerülni a történelembe. Tudom, minden hasonlat sántít, de ez az egész arra a szituációra emlékeztet, amikor a két testvér játszik a szomszéd gyerekkel. A kisebbik testvér piszkálja a nagy tesót. A szomszéd gyerek meg még bíztatja is. Egy ideig a nagy gyerek tűri,
aztán begorombol, és elkezdi csépelni a kis tesót. Na erre lép be anyuka, aki azt látja, hogy a nagy testvér fizikai előnyét kihasználva bántalmazza a kis tesót. Tudom, mindenki a Zelenszkij hősiességéről áradozik, de sokan tudjuk, hogy azért ő sem egy angyal. Putyinnak bizony el kell majd számolnia Isten előtt a rengeteg ártatlan ember haláláért, nem kétséges. Ha volna egy kis hatalmam, és az anya és gyermekei példát veszem, azt mondanám, Vladimir, Volodymyr, Joe, elég legyen ebből. Joe, menjél szépen haza, anyukád biztos vár már otthon. Ti meg nézzetek egymás szemébe. Hogy tudjátok ezt tenni egymással? Testvérek vagytok! Az anyai szívem darabokra törik ezt látván, hogy nem tudtok szépen játszani egymással. Mindketten kérjetek bocsánatot egymástól, és ígérjetek meg, hogy soha nem bántjátok többet egymást. Ez az én vágyam. És mint anya, ezzel nem hiszem, hogy egyedül vagyok. Természetesen nem írtam az opera zenei vezetőjének, mert nem feltételezek semmi rosszat Imre Orsolyáról, de nem akartam abba a helyzetbe kerülni, hogy esetleg sose jut el az e-mailem a címzethez. Arra gondoltam, rábízom ezt a jó Istenre. Ha eljut ez a videó hozzá, akkor szuper, ha nem, akkor így jártam. Bár van még egy ennél sokkal jobb verzió is. Mégpedig az, hogy a háttérben már folynak tárgyalások a Anett Repko felléptetésével kapcsolatban. Csak még nem publikus. Én kis buta fejemmel nem kell osszam az észt. Tudják ezt ők maguktól is. Esküszöm, erre az eseményre átrepülnék az óceánon. Csak hogy itt lehessek ebben a történelmi pillanatban.